A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Az első félidőt teljesen kontrolláltuk. A gólunk mellett még volt egy óriási zicserünk, amit ha értékesítünk, akkor könnyebb lehetett volna a második félidő. A második félidőben is ugye támadólag léptünk fel. Szerettük volna lezárni a mérkőzést. Ugye volt is egy ajtóablak zicserünk, ami kimaradt. A Paks cseré nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe. Új lendületet hoztak. A második félidő szerintem a szurkolóknak élvezhető volt, hiszen mindkét csapat szerette volna megnyerni a mérkőzést. Én nagyon, nagyon örülök, hogy a játékosaim a mérkőzés végén a szívüket, lelküket kitették a pályára annak érdekében, hogy meg tudjuk nyerni. Első félidő taktikailag volt nagyon rendben, a második félidő pedig ilyen szívügyileg. Így gondoltam, hogy győzelemért jövünk ide, úgy, ahogy Debrecenbe is a győzelemért mentünk. Ott sokkal több zicserünk volt, sokkal több lehetőségünk volt, de ilyen az élet, hogy egy olyan mérkőzést nyertünk meg, ahol három zicsert tudtunk kialakítani, és még volt egy 11-esünk, aminek nagyon örülök, hogy egy idegenben is ugyanazt olyan hatékonyan tudunk játszani, mint hazai pályán. Én nagyon bízom benne, hogy jövő héten már visszatérnek a szurkolóink, és akkor még erősebbek tudunk lenni közösen. És akkor nem csak az öltözőbe fogunk ünnepelni, mint ahogy látjátok rajtam, hanem akár a szurkolótábor előtt is.